Magyarországon a közrend, a közbiztonság szilárd, kiegyensúlyozott, szélsőségektől mentes, jelentette ki parlamenti meghallgatásán Pintér Sándor. A belügyminiszter szerint nincs kritikus körzet, település vagy városrész, nincs no-go-zóna Magyarországon. Harangozó Tamással beszélgetünk. Jó estét, képviselő. Jó estét. Erről mindről fogunk beszélni, amit itt Szurok András kollégám az imént ígért. De hát azért engem az a hír állított meg egy pillanatra, amit onnan az ülésről talán éppen ön hozott ki. Hogy kérdésre válaszolva a belügyminiszter azt mondta, hogy az a járványkórház, aminek a megnyitásáról, vagy jövendőbeli közelgő megnyitásáról most már a kormányzat is beszél, meg a járványügyi szakemberek is beszélnek, ez nincs téliesítve. Tehát, hogy ez most itt szeptember végén, egy héttel vagy pár nappal október előtt úgy várja az első fagyokat, hogy nincs fűtése? Igen, én is kifejezetten megdöbbentem, ugye ez egy éves meghallgatása volt a belügyminiszternek. Itt egy fél mondatot hadd engedjék meg, azon is megdöbbentem, hogy erről a magyar sajtónak nem nagyon volt fogalma, ami egészen példátlan szerintem. Tehát azért ilyenkor csak szoktak szólni a sajtó képviselőinek, és számomra kiderült a nap folyamán. Jól zárt a rendszer. Hogy nem csak önök, senki más nem tudott erről, egészen vicces. Mert erről a meghallgatásról. Igen. Azért baj, mert marha jó lett volna már, bocsánat, bejátszani Pintér Sándor saját szavait. De nem csak ezzel kapcsolatban, volt még egy másik fontos téma, azt is meg szeretném megemlíteni, ami unikális volt a mai ülésen. De itt visszatérve erre a kórházra. Ugye ez az a járványkórház, konténer kórház, amit ilyen PR szakemberek Orbán Viktorral az élen, ugye ő is bejárta, és utána hetente, két hetente, mint a vízállás jelentést elmondják, hogy a 21. század technikája, ugye nem tudjuk mennyibe kerül, de ott van, és mindenki nyugodjon meg, mert biztonságban vagyunk. Múlt héten kiderül, hogy Kiskunhalason magában a Semmelweis kórházban, ami bent van a városban, és jelenleg az funkcionál járványkórházként. Kikerült a felvétel, ugye a híradókban is bekerült, hogy hát gyakorlatilag gyógyításra alkalmatlan, emberi tartózkodásra méltatlan körülmények között tartják az embereket. Erről még mindig azt tudjuk, hogy ott van ettől néhány kilométerre, és tök üresen áll. Én tegnap, hétfői napon interpeláltam, hogy azonnali kérdést intéztem, pont ebbe az ügybe a Gulyás Gergely miniszter válaszolt, aki elismerte, hogy nem szerencsés, hogy nem jó, hogy ilyen körülmények között emberek abban a kórházban vannak, és nem sokára megnyitják ezt a kórházat, amiről most beszélünk, a konténer kórházat. Amiről mondom, a híradóban, a kormánypárti médiában, ha naponta nincs olyan PR cikk, akkor egy se. És ma Pintér Sándor, amikor rákérdeztem, hogy akkor a büntetés végrehajtás átvette ezt a területet, mert volt ilyen cikk a nyár folyamán, hogy a BV ezt magához veszi, miután már járványkórházként nem lesz rá szükség. Mondta, hogy nem csak, hogy nem vette magához, mert a járványkórházként szükség lesz rá, hanem, mondja ő, még átalakításokat kell rajta végrehajtani, mert hogy téliesíteni kell. Ugye ezen a meghallgatáson már ilyen viszont válaszra nincs lehetőség vagy kérdésre, úgyhogy ennyit tudunk. De meg annyit tudunk, hogy a Kiskunhalasi Semmelweis kórház kezelésében most tartozik továbbra is, igen. Hát gyakorlatilag most is a rendszer része. Így van, csak nincs aki működtesse. Tehát ez meg Gulyás Gergely válaszából derült ki, amikor a vezénylési tervet hosszan ecsetelte hétfőn, akkor gyakorlatilag azt mondta el, hogy azért nem használják azt az épületet, mert majd a régi épületből kell az orvosokat és az ápolókat parancsra átvezényelni amoda. Hát lehet, hogy ilyen állapotok közül az megkönnyebbülés lesz nekik, már feltéve, ha lesz ott fűtés. Hát mert gondolom, hogy ez a kérdés, hát a téliesítés nyilván nem az ablaküvegről szól. Hát ez egy jó kérdés egyébként, hogy hány milliárd volt, azt tudjuk róla, hogy a 21. századi technológia, szerintem már a 20. századi, sőt a 15. századi technológiában is volt télen fűtés. Hogy most ennek mi az oka? A miniszter olyat mondott, ami szerintem egy picit vicces is volt a maga módján, hogy hát ezt egy gyors konténerkórháznak számították, és hát úgy volt, hogy a nyáron a vírus elmegy, mondta ő viccesen, hogy a vírusnak ugyan nem szóltak, úgyhogy itt van a második hullám, és akkor most rádöbbent. Na de ezt már nyáron lehetett tudni, hogy lesz a második hullám, hiszen az összes szakember mindvégig erről beszélt. Ezt én értem, csak közben azt nem értem, hogy ha már itt volt ez a szép hosszú napos nyár, miért nem lehetett téliesíteni a konténerkórházat? De még egy dolgot nem értek, ezt meg a helyi tévétől lehet tudni, és kezdi bejárni az országos sajtót. Most építik a szennyvízelvezetését a kórháznak. Tehát arra sem gondolt eddig senki, hogy ott szennyvíz keletkezik. Tehát amikor az ember kicsit magából is kikelve erősebb szavakat használt, amikor Orbán Viktor először bejelentette, hogy mindenben fölkészültünk a vírus második hullámára,
akkor nyilvánvalóan ezek azok a jelek, amikor az ember azt mondja, hogy mindent értünk, meg lehet piározni, meg lehet a kormány magát dicsérgetheti. Na de azért vannak objektív dolgok, tehát hogy én már több műsorban elmeséltem a saját példámat is, hogy itt a járványügyi dolgok, a mintavétel, meg ahol én név szerint, akit ismerek, oda még mentő normális időben ki nem érkezett, mintát nem vettek, stb. És akkor kiderül erről a kórházról, tudja, és az az egészen bosszantó, hogy nem az van, hogy csönd van róla, hanem két naponta PR cikkek jelennek meg, hogy itt van, tessék, a magyar kormány ezt is megoldott, és kiderül, hogy ezek szerint nincs csatorna, hogy nincs benne fűtés, és a mai napig nem tudjuk, szerkesztő úr, hogy mennyibe került. Én ma is megkérdeztem a minisztert, legalább azt árulja el, hogy milliárdokba, vagy 10 milliárdokba került, mire az volt a miniszter válasz, aki ezt az építést felügyelte, hogy sajnos most nem tudja megmondani, de majd írásba elküldi nekem. Írásba egy másik képviselőtársam már föltette a kérdést, a nagy hablatyon kívül abban sem kapott egyetlen egy számot sem, csak hogy a magyar kormány mindenre felkészült. Nincs ez rendben, mert talán az egyik műsorukban néztem én is egy szakértőt, aki azt mondta, hogy mondjuk egy Ausztriában azért jobb egy picit talán a helyzet, vagy könnyebb, mert transzparens a kormány működése, az emberek elhiszik, amit mondanak. Most akkor látványosan megy az ámítás, azzal nyilvánvalóan szerintem aláássák azt a bizalmat is, amire lehet, hogy még rá is szolgálnának, hogyha másban nem füllentenék. Nem ez volt persze az elsődleges téma ezen a meghallgatáson, ugye beszámolót kaptak a képviselők arról, hogy hogy áll Magyarországon a kábítószer, a bűnözés általában, a korrupció elleni védekezés, Pintér Sándor szerint például csökkent a korrupció, ezt az Olaf másképp látja, de ez megint egy partalan vita lehetett, hogyha ez egyáltalán ott elkezdődött. De ő mondott még valamit, amiről feltétlenül szólni akar, igen, és az nem ezt gondolom. Nem, bár nem tudom, mennyi időnk van. Most kiderül, hogy van elég idő. Mert a korrupcióhoz én csak annyit szeretem, ez egy baj, hogy nem lehetett látni a felvételt. Én elmeséltem a saját történetemet, amikor még egy magyar delegáció részeként Kisinyóvban voltam. És ott az akkori belügyminiszter, a moldáv belügyminiszter megtájékoztatott minket, magyar delegációt, hogy egyébként nagyon jó híre van, nyugodjunk meg, mert Moldáviában a tegnapi napon megszűnt a korrupció, és ő ezt az állami tévében tegnap este be is jelentette. Hát ha csak úgy nem. És hogy őszinte legyek, akkor mondtam is, hogy én akkor nagyon fegyelmeznem kellett magamat, mert nyilván egy vendégdelegáció tagjaként az ember nem eshet le a székről egy ilyen jelentés út közben, és meséltem is, hogy mellette ő egyik tábornokon akkora arany Rolex volt, hogy még életemben olyat nem láttam. De biztos, hogy a korrupció megszűnt. Teszem hozzá, rá két évre ugye lángolt Kisinyó, és komoly utcai zavargások is lettek ennek a kormányzásnak a vége. De hogy egy lépésre vagyunk kettő szerkesztő úr, és ezt ott elmondtam a történetet. A bejelentéstől attól, lehet. Hogy Polt Péter, meg Pintér Sándor, meg az ÁSZ elnöke közösen kiállnak a magyar, meg mindenhova a média elé, és bejelentik, hogy Magyarországon aztán itt a korrupció, már minden rendben van, azt már most megéltük. Szóval amikor egy állami szervezetője ilyen mondatokat kimondott, szerintem mindenki meneküljön a másik irányba. Nyilvánvalóan egyetlen egy országban sem tud megszűnni a korrupció. Az a kérdés csak, hogy tisztességgel fellépünk-e vele szemben, vagy nem. És amikor az ember azt látja, hogy a kormánypárti mutyik és egyéb ügyekben indított eljárások állandóan a nyomozás megszüntetéséhez jutnak, vagy még oda se, mint mondjuk például az Eliosz ügy, akkor hadd kételkedjünk egy picit ebbe. De az utolsó téma is az fontos, ott a miniszter is fontos mondatokat mondott. A vértes szőlősi tragédia esete volt, amit nem hagytak eddig, hogy bizottság elé kerüljön, úgyhogy most kérdeztem meg a minisztertől, és a miniszter, én annyit mondtam, hogy személyesen ki a felelős, engem talán nem is érdekel. Az érdekel, hogy itt van egy család, aki elvesztette a fiát, és hajlandó a miniszter az állam nevében ezért megkövetni őket legalább. És a miniszter azt mondta, hogy egyrészt büntetőeljárás van, és a lehető legsúlyosabban fogják a vizsgálatot is lefolytatni. Azt mondta, hogy szerintem a belügyi szervek, konkrétan a belügyi szervek hibáztak, de a kormány tagjaként itt is a családot nem megköveti, hanem részvétét nyilvánítja, és garantálja, hogy ez az ügy a lehető legalaposabban lesz kivizsgálva. Én azt gondolom, hogy vissza nem lehet adni a fiút egy anyának, de legalább ezek a mondatok el kell, hogy hangozzanak. Ez így van. Képviselő, köszönöm szépen. Köszönöm szépen a lehetőséget.